Köszöntünk itt a Hangmágusok sorozatban, aztán eljöttünk ide hozzá Sopron, hogy mutassál nekünk nagyon király dolgokat, stúdiós cuccokat. Hát nagy örömmel is. Trükköket. Köszönöm, megörülök, hogy itt vagytok, ritka pillanat. Úgyhogy, hát csapjunk bele. Kezdjük mindjárt talán azzal, hogy lesz valakiből hangmérnök, hogy lesz valakinek stúdiója. Ha jól emlékszem, a weblapodon talán 2003-ban kiírva, hogy onnantól datálódik a stúdió. Van, de nekem valahogy az rémlik, mintha már a 90-es években is készítettetek volna mobilik lemezt így valahogy magatok, hogy itt Sopronban nem. Hát azok nem hozzám fűződött. Az nem hozzád fűződött. Tehát volt nekünk egy nagyon jó barátunk, aki akkoriban kezdő mobilik mellett menedzserkedett, ugyanakkor egy hangmérnökösködött is, ő ilyen technikusi iskolába járt, és tudott saját keverőt építeni, meg ilyesmit. Ő itt Sopronban is ismert volt, és hát ő csinálta kezdeti felvételeket. Tehát akkor hát később a 2000-es évek elején kezdtél el akkor ebbe? Így van. Hát ha lehet mondani azt, akkor azért ugye vele is sok időt töltöttem, meg azért úgy részt vettem, sok mindenbe segítettem neki, hogy lehet, hogy azért már egy-két dolgot ott is eltanultam, vagy tőle, de hát rengeteget jártunk azért 2003 előtt már a Moby Dick-kel ugye stúdióba, több magyarországi akkor nagy stúdióba jártunk, és hát én voltam az az ember így a zenekarban többnyire, aki a felvételek elejétől a végéig ott volt. Én ilyen technikai beállítottságú ember voltam, imádom a hangszereket, és imádom minden zenéhez kötődő berendezést, tehát ezek mindig elbűvöltek, és mindig érdekeltek, hogy hogy szólnak, mit tudnak. És én kíváncsian néztem, tehát nem csak magát, hogy a felvételeket élveztem, hogy hogyan épül föl mondjuk egy Moby Dick dal, hanem hát mindig próbáltam ugye ellesni a hangmérnöktől, hogy mit csinál, és hát hogyha voltak arra alkalmas pillanatok a stúdiózás közben, akkor mindig kérdezgettem ezt azt, hogy ez hogy működik, ez hogy van, ez hogy kell csinálni. És hát akkor persze még semmiféle tervel, csak úgy érdekelt a dolog. És hát ahogy mondod, hát 2003 környékére tudom tenni azt, amikor elkezdtem így lépésről lépésre építeni a stúdiómat. Hát ezt ugye a digitális forradalom tette lehetővé. Egyrészt meg ugye egy 3,5 éves szünet után visszatértünk a Moby Dick-kel, és a Golgota album előtt ennek ugye szükségét is éreztük. Hát korábban, amikor stúdióztunk a nagy budapesti stúdiókba, akkor az ember mindig eljátszott a gondolattal, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy saját stúdiónk, milyen jó lenne, hogyha úgy, mint ahogy látjuk a külföldi sztárokat, hogy otthon szép kényelmesen felveszik a dalokat, nem az, hogy rohanni kell stúdióba gyorsan dolgozni, de hát akkor ez ugye nem volt lehetséges, hiszen akkor még az analóg időkben hát egy-egy analóg keverőpult, vagy egy 24 sávos felvevő magna olyan horror pénzekbe került, hogy akkor az nagy háttér kellett, hogy valaki egy ilyenbe belekezdjen. Aztán ugye jött a digitális forradalom, a számítógépek korszaka, amikor gyakorlatilag kicsibe is el lehetett kezdeni. Tehát, hogyha volt egy számítógéped, meg egy hangkártyád, amin volt már egy hangbemenet, akkor már tulajdonképpen el lehetett kezdeni egy-egy sávot rögzíteni, egy zeneszerkesztő szoftverrel kísérletezni, és hát tudjátok ti is, aztán lépésről lépésre lehetett építkezni. Mi volt az első setup, amivel elindultál? Gondolom valami egyszerűbb hangkártya, kisebb monitor, hangfa. Hát a hangkártya az még nagyon kezdetleges volt, ilyen Sound Blaster, hát ilyesmi, de az első ilyen készülék, egy ilyen hard disk recorder, egy Yamaha 4416-os volt, és akkor azzal kezdtünk el bűvészkedni. Tulajdonképpen érdekes, de a Golgotának a felvételei azzal történtek, de volt egy külső konverter. Most nem jut eszembe a neved, egy ilyen piros cucc volt, két csatornás ilyen mastering konverterként hirdették, de hát azért annyira nem volt komoly cucc, mint amit manapság mastering konverternál neveznek, de hát lényegesen jobb volt a konvertere, mint a Yamahának. Hát jó, akik nézik ezt a stúdiós műsort, azok valószínűleg úgy is tudják, hogy mi az a konverter, tehát ami ugye analóg jelből digitált, vagy éppen fordítva digitálból analógot csinál. És akkor a Yamahába keresztül vettük fel, ami szintén ugye nem egy ilyen csúcskategóriás stúdióberendezésnek számít, de végülis akkor a célnak megfelelt, és hát hogyha
Ugye sokan mai napig a Golgotát tartják az egyik legjobban szóló albumunknak, de tehát most végül is akkor elég kezdetleges stúdió eszközökkel rögzítettük az alapokat. Mert az alapoknak a rögzítése az itthon történt Sopronban, az már itt nálunk, de hát a keverésre akkor még nem voltam felkészülve se technikailag, se szakmailag, úgyhogy azt még Pesten csináltuk, meg hát külön egy elég jelentős mastert is kapott akkor az az anyagunk. Hát ez a mai napig az egyik legnagyobb költségvetéssel készült anyagunk volt, hát sokak szerint ez érződik is rajta mai napig. Hát azóta 20 év alatt nagyon komoly cuccokat vettél föl, hogy szétnézünk melletted a rekkedbe, vagyis hogy építettél föl itt magadnak. A világ legjobb felvevő berendezéseit láthatjuk egyébként itt sorban, mindenféle NIV, SSL, Focusrite és hasonló cuccok. Hát ez egy ilyen szenvedély, ezt neked nem kell mondanom, de hát én ilyen maximalista hozzáállású vagyok, hogyha valamiben belekezdek, vagy valamit csinálok, azt szeretem így a felpörgetni, amennyire csak tudom. Sőt, mindig egy kicsikét tovább, tehát valahogy olyan vagyok, hogy mindig még egy kicsit tovább nyújtózkodni, mint amit a takarom ér. Nyilván ez nagy áldozatokat kíván, de hát az ember annyira benn van, hogy iszonyatos nagy öröm ilyen berendezéseket birtokolni, és hát amikor eljön újból az a pillanat, amikor egy következő berendezés meg lehet vásárolni és hazahozni, vagy megérkezik a futárral ide a stúdióba, hát az egy hatalmas nagy öröm. Mindig nagy öröm, igen. Végig szaladhatnánk rajta egyébként, hogy melyik micsoda. És akkor mondd már el, kérlek, hogy melyik micsoda néhány szóba, hogy mire való. Mert azért ezek mind olyan klasszikus cuccok. Egyébként a legtöbb helyen ezeket csak, hogy mindenki csak pluginben használják az otthon dolgozó zenekarok. Csomó dologgal otthon is találkozhattak, például ez ugye egy SSL busz kompresszor, ha jól szállt, ugye az úgynevezett vasak vannak így szakmai nyelven. Itt vannak equalizerek, preampek, kompresszorok. Itt ebbe a felső 500-as öreg sorban többnyire equalizereket látunk. Ez két stereo equalizer, ezt nem olyan régen adta ki az SSL. Hát ezek pedig a legendás 611-es EQ-k, ebből 4 van. Tulajdonképpen dobfelvételeknél használom többnyire ezeket az EQ-kat. Itt pedig hát ez a G-Bus kompresszor, szintén SSL, ami annak idején az SSL pultokba ugye mind be volt építve, és hát rengeteg 80-90-es évek lemezeknek a hangzását a nagy részt beleszólt, vagy sokat hozzátett. Itt egy stereo kompresszor, vagy hát inkább két monokompresszornak nevezzük, egy 4803-as van. Hát ezt többnyire masteringen, meg szintén a dobfelvételeknél szoktam használni. Hát ez egy közismertebb készülék, az ISA 428-as, 4 darab preamp van benne. Ezek is szintén dobfelvételeknél használom. Aztán itt megint egy újabb készülék, az SSL Fusion készülék, ez egy ilyen elsősorban ilyen masteringre használható berendezés, amiben 5 egység van, ilyen vintage driver, aztán egy kis echo, akkor ez egy ilyen magas HF kompresszor, amivel lehet egy kicsikét tompítani a kiugró magas, éles hangokat, van benne egy ilyen stereo szélesítő, hát körülbelül ez meg egy ilyen transformátor erősítőt, amit lehet bekapcsolni. Ez egy legendás Universal Audio készülék, a 1176-os. Valójában ezt a készüléket ugye valahogy ritkábban használom, mert nagyon jó a készülék, de valahogy úgy nem találtam rá. Mindig mást közelebbinek érzek, vagy hamarabb nyúlok máshoz. Hát volt olyan időszak, amikor többet használtam, de most az utóbbi időben egy kicsikét hanyagolva volt. Énekfelvételeknél szoktam használni, inkább mint limiterként, vagy inkább a nagy jeleket megfogni, mert az énekfelvételnél ilyen általános kompresszornak, vagy levelernek itt az Ellis-réket használom. Ebből 2 van, annak idején stereo párba vettem, de hát stereo kompresszorként vagy leverekként aztán végül is ritkán használtam, de a felvételeknél hát gyakran szükség van. Hát ez egy ilyen igásló így a stúdióban, tehát a felvételekkor, tehát ez énekfelvételekkor, basszusgitár felvételekkor, gitárfelvételek, vagy bármilyen más ilyen akusztikus hangszerekhez, tehát az mindig egy kicsikét segít, hogy kordában tartja a jelet. Itt van egy API 3224-es, ebben 4 preamp van,
ez nem olyan régen van meg ez a készülék, dobfelvételre használtam még eddig. Az is kire, gitárra is szeretik. Túl sok tapasztalatom ezzel még nincsen, mert annyira új a készülék. Tehát ugye mondom, eddig dobfelvételnél használtam, nagyon mással még nem is volt rá időm kísérletezni. Az alatta lévő Universal Audio preamp, ebben a két preamp van, hát az az egyik legrégebb ilyen Universal Audio cucc. Ez volt az első komoly cuccom, tehát ez volt az első, amit megvettem. 6-10-es, így van. Hát ez annyira régi, hogy ilyenekbe énekelt annak idején Frank Sinatra, ilyen régi szárok. Tehát azért ez a név, majd Frank Sinatra, az ugye elég, ha belőjük az időszakot meg a kort, akkor azért az a kezdetek kezdetén volt. Ez egy csöves preamp, nagyon karakteres hangja van. Van benne egy csöves, szintén csöves EQ, nagyon jó cucc. Hát itt ez egy szintén 4-4-es preamp, a 7-10-es Universal Audio. Itt ezt a felsőt még nem mondtam, ezek is elég új cuccok. Ezek Rupert Neve cuccok, jól látom? Igen, ezek Rupert Neve cuccok. Itt stereo párban van, itt kétfajta kompresszor, 5.35 és meg az 5.43-as, itt meg az 5.42-es egy szallag szimulátor. Uh-huh. Meg van itt egy ilyen SPL Deesser. Ezeket még kihagytam, itt egy Neve 1073-as, ezt azért elég elterjedt, sokan ismerik, tehát ez egy preamp, egy EQ-val ugye egybeépítve, meg ez is egy Universal Audio, ez nem csöves, hanem egy tranyós előfok, a szóló 110-es. Hát ezt lábdob felvételekkor, ennek nagyon semleges ilyen tiszta hangja van, valamikor gitárvonalját rögzítek, vagy lábdob felvételeknél használtam eddig, de most már túlléptem rajta, úgyhogy most már mást használok arra. Hát nagyjából így fest. Aztán ott van egy Apogee konverter, ezt most már jó ideje használom. Az első Apogee cuccom az még egy AD16-os volt, aztán az cserélődött le erre a szimfónira. Hát körülbelül ennyit tudok így a vasakról. És mit gondolsz egyébként ezekről a WASP, illetve VS plugin dolgokról? Ugye otthon mindenki pluginezik nyilván, mert más lehetősége nincsen. Mi így a komolyabb stúdiókban pedig egyre inkább építjük össze a vas tornyainkat, hogy ez inkább a mi generációnknak egyfajta mániája, vagy happy-e, vagy megvan a gyakorlati haszna is még a mai világban szerintem. Én úgy látom, hogy nagyon-nagyon megvan, csak sokan valahogy ezt úgy nem biztos, hogy... Hát fél szerintem abszolút megvan, de hát ugye azért a stúdió munkálatokat, ahogy általában stúdiók hirdetik is, ugye azért három fő része tudjuk ugye bontani. Hát ugye egyszer van a felvétel, van a keverés, meg van a mastering. De ezek most mind különböző folyamatok. Na most a felvételeknél azért ott nagyon nehéz kikerülni a preampeket, az analóg EQ-kat, tehát az teljesen egy más történet, amikor a konverter előtt már az analóg hangot szabályzod, és ott kompresszálod, nem pedig felveszed a jelet a számítógépre, és már a digitális jelet fogod akkor mondjuk a pluginekkel tekergetni, kompresszálni. Tehát nagyon jók ugye a manapság a pluginek is, meg a számítógépek is, de ez egy lényeges különbség, hogy kerül be a hang. Na most ugye, amikor a keverésről beszélünk, akkor ez már egy egészen más megközelítés, vagy egy feladat. Ott lehet, hogy egyrészt leszükülnek azért a különbségek, másrészt meg azért analógban nagyon nehéz dolgozni. Tehát a keverés nagyon nehéz analógban dolgozni. Ennek ugye több hátulütője van, mert még én is akarom majd fejleszteni, mert azért kéne egy keverő jellegű összesítő, vagy ilyesmi, hogy azért jobban, ha kijövök a csatornából újból, analógba, akkor a keverésnél is szélesebb körben tudjam használni az analóg berendezéseket. Tehát így egy kicsit körülményesebb ezeket használni. A másik része meg az, hogy hát elég sokat kell itt a kábeleket átdugiszálni, tehát egy ilyen rendszerre, és ami az igazi problémát, hogy a visszahívhatóság. Ugye manapság már azért hozzá vannak szokva a zenekarok, hogy tehát nem úgy készül el egy produkció, mint annó annak idején, tehát
az egy pár perc, hogy mondjam, hogy annak idején Rozgonyi Petivel, tehát ő bement, megkeverte a dalt, és akkor mi addig kint tévét néztünk, vagy ilyesmi, és amikor készen volt, akkor szólt, hogy menjünk be, akkor volt egy 5-10 percünk, hogy áthallgassuk, felmérjük, hogy milyen a mix, és mondtuk, hogy szeretnénk egy kicsikét többet a szólóra, vagy a gitárból, vagy az énekből, akkor ezeket a Rozi megcsinálta, utána még egyszer meghallgattuk, lehet, hogy még valamit mondtuk, hogy javítsunk, és akkor azt mondtuk, hogy gyerekek, akkor készen van, ugye? Rábólintotok? Igen, és akkor ment vagy Keskenyre, vagy Datra, és készen volt az a dal. Aztán jött a következő dal, na most manapság azért nem így készülnek a keverések, hanem hát elküldjük a mixet a zenekarnak, ha esetleg eljönnek ide a stúdióba, az egy ritkább dolog, meghallgatják, de hát van, amikor napok után, vagy egy hét után is még van, hogy mondjuk a mixben na, módosítunk. Még a jobbik eset nekem van, ja. Hogy év után. Hogy... Tehát módosítunk ugye a mixbe. Na most, hogyha minden ugye benn van a számítógépbe, tehát ahogy a in the box, marad a keverés, akkor egyszerű a dolog, mert hát akkor elindítod a projektet, és akkor ugye hát minden ugyanúgy megnyílik, ahogy az legutóbb el volt mentve. Viszont ugye, ha kijössz analogba, hát akkor már kezdődnek a problémák, a bajok, mert akkor tehát ezeket nem lehet elmenteni, hát max ezt lefényképezed, vagy lerajzolod, hogy ezek hogy vannak beállítva. Na most, hogyha analogban még ráteszel egy ekút, vagy egy kompresszort, akkor még könnyű a dolgod, mert akkor megjegyzed, leírod, hogy hogy volt beállítva, és akkor beállítod. De hát, hogyha mondjuk kijössz 16 sávra, és mindegyikre teszel kompresszort, meg amit tudsz, amit van, ráteszed, ott már azért nehéz visszaállni, tehát azt már nehéz megoldani. Tehát úgyhogy ez a dolog azért még, ez nálam is olyan szürke zóna, mert azért ezt nem tudom azért ilyen szinten kiaknázni. De hát azért visszatérve arra, nagyon jók az UART pluginek, tehát azért megközelítőleg digitálisan benne a gépben már lehet úgy dolgozni. A master megint más dolog. Tehát ugye azt én már régóta csinálom, hogy én kijövök a masterrel, és akkor rámegyünk itt a Fusionre, rámegyünk egy EQ-ra, hajlom. Szóval masternek ki szoktál jönni akkor? Tehát a masternél már elég régóta kijövök, mert én arra úgy vettem, ezt kísérleteztem is, rá is álltam, ezre nem véletlenül vettem ezt a Fusion készüléket is, meg olyan minőségű EQ-t, meg a G-Bus kompresszort is, hogy ezeket szerettem volna mindenféleképpen kiaknázni analógba, és hát az volt a tapasztalatom, hogy azért ennek van hozadéka. Na most egy mastering EQ-t, vagy a Fusion-t, vagy a G-Bus kompresszort, azt már nem olyan nehéz visszahívni, tehát ezt le lehet fényképezni, vagy le lehet írni, és akkor vissza tudom hívni. Amikor egyébként egy masterelési folyamat van, akkor nyilván egy darabig, pár napig, vagy egy hétig, ha éppen nem olyan munka van, akkor azt azért tudom is úgy hagyni. Tehát nem feltétlenül kell hozzányúlni. Tehát azért mindig ebben van egy tartalék. És hát ezt most már elég régóta csinálom. Én már a Fusion előtt is csináltam, hogy kijöttem a gépből, és akkor próbáltam master analog EQ-zni, meg a G-Bus kompresszort használtam. Hát ennyi ezekről. Jó, én is ezekkel ügyeskedek, tehát hasonló problémákkal küzdünk meg szerintem sokan, hogy már sajnos teljesen megszűnt az a lineáris munkamódszer, hogy mondjuk egy vagy két hónapig egy stúdió csak egy dologgal foglalkozik, és sorban végigmész, hogy felvétel, keverés, mastering, aztán menjenek is tehérével, és jön a következő brigád. Nem. Tehát van olyan nap, amikor 5 produkcióval kell foglalkozni, tudod, ilyen kis picike állítgatások, és küldöm a következő verziót, vagy ennek egy mastering, ennek egy akármi, és ez analógban nagyon-nagyon nehéz lekövetni. Én most vettem egyébként egy 32 sávos punchbait, összeraktam egy X-szeres punchbait, hogy kicsit tudjak dúdosni, mert már megbolondultunk tőle, hogy mindig az asztalat kell fetrengeni. Igen, az a legegyszerűbb. Ez kicsit segít, de nem oldja meg az alap problémát, hogy elmentegetni, fotózgatni. Ja, de hát minél több a cucc, annál több mindennel kell foglalkozni, meg hát ugye itt minden egyes lépés egy csomó mindent hoz magával. Tehát ugye... Hát én is nézegettem, meg tervezgettem, de hát ugye ezt is jó minőségben megvenni, meg hozzávaló kábeleket. Nem is gondolnák az emberek, hogy egy ilyen kis egyszerű kötözgető berendezés pár kábel, hogy az mi pénzbe kerül, de hát sajnos itt ilyen szinten a stúdiótechnikában minden horror pénzbe kerül. Ez véletlen. Én most az új vasakhoz kimókolgattam az első kábelterveket, aztán ilyen 400 ezer forintnál tartunk. Uh-huh. És még nincs is meg minden, tehát elképesztő, hogy mennyit. Jó, ezek jó minőségű profilok, de pillanatok alatt iszonyú pénzzel tud rászaladni. Aztán ugye a hozadékát meg a különbségeket sokszor azért ugye nehéz tetten érni, hogy hol is tart a dolog, de
Tehát hinni kell a dologba, meg nagyon szeretni kell a dolgot. Ugye hasznos, már azért... hasznos dolgok ezek nagyon... Én arra jutottam igazából, hogy leginkább trekkingbe kell, tehát a felvételi részbe kell, amit csak lehet beletolni, mert ott még beállított néhány nap alatt túl vagy rajta, és akkor el lehet tekergetni, mert a keverési része az tényleg nagyon nehézkes a mai... Hát végülis ott rendszerben. Áll vagy bukik, nem? Tehát azt már régóta tudjuk, hogy tehát a felvételeknek kell magának, hogyha a felvételek... Tehát hogyha profik a zenészek, profi megszólal, azt már könnyebb is profin felvenni, és az már önmagában úgy meg tud szólalni, hogy ha keverés nélkül hallgatod, akkor már az már egy élvezhető produkció sokszor. Tehát ugye az nem mindegy, tehát hogy a felvétel hogy születik meg. Mert azért lehet varázsolni a mixeléssel, meg minden, de azért végülis a stúdióknak nem az lenne a célja, hogy mi varázsoljuk össze a produkciót, hanem azt a zenészeknek kéne összerakni. Gondolom, te is dolgozol sokszor hozott anyagból, hogy máshol felvett, itt ott otthon felvett anyagokat, igen. Összekeversz. Olyankor szoktad használni a vasakat? Mert olyankor azért úgy le lehet sávolgatni ezt a... Szoktam, igen, szoktam. Egyébként visszatérve nálam még ez annyira nem elterjedt, bár hirdetem gőzerővel, hogy online mixing, meg ilyesmi. Nem azt mondom, hogy nincsenek ilyen munkáim, mert hát van minden évben több ilyen jellegű munkám, de általában olyan produkciókat csinálok, hogy itt veszünk föl mindent. Hát, hogyha hozott anyag van, akkor kénytelen vagyok mindig a vasakhoz nyúlni, mert azok nem olyan szintű felvételek. Tehát azért átfuttatom egy 1073-ason bármit, vagy most bármit mondok, kicsit ott próbálom megekúzni, akkor azért mindig egy kis életet lehet lehelni a dologba. Pont ezt akartam, tehát, igen, hogy egyből... Az ének felvételek elég gyengék szoktak lenni, amit ilyen otthoni felvételből hoznak, tehát azzal például nagyot lehet varázsolni, hogyha átengedem az Alice Rehén, meg a 1073-on. Tehát ugye általában ezt a riampolást ugye a gitárokra szoktuk, vagy a köznyelvben is ezt azért úgy értelmezik, hogy gitárokat riampolunk, hát én riampolásnak szokom ezt is nevezni, amikor egy éneket, vagy akármit átfuttatok újból analóg rendszeren, óriási változásokat lehet elérni. Hát nyilván ez időigényes munka, de azt mondom, hogy megéri a ráfordított időt. És akkor a gitárokat az még mindig analógba veszed fel, tehát a fejláda, erősítő hangfal, tehát még erre is vissza jobban? Hát erre. Mi ezt csináljuk. Volt egy próbálkozásunk, a Balázs, nagyobbik fiam, és itt a stúdióban asszisztensem, fősegítő társam. Ő vett egy ilyen XFX, ilyen... XFX 3 vagy 2? Ez a padlópedált, ami... Ja, FM8 vagy ilyesmi. Hát most az FM3-as. FM3-ast vette meg, és elég sokat vártam, mert előre kellett rendelni, aztán hát itt egy 2-3 napig próbálgatta, aztán visszapostázta, hogy nem kellett. Hát figyelj, nem volt rossz a cucc, hát jó, tudjuk, sok felvétel készült ezzel, nálatok készül is, meg hallgunk külföldi felvételeket, és amit ezzel készülnek, nyilván, hogyha valaki erre rááll, és akkor be lehet állni vele, lehet vele elérni eredményt, de nézd, tekergettük meg minden, és igazából 3 nap után oda jutottunk el, hogy akkor megközelítettük már azt, amit ugye analogba fölveszünk, de még mi mindig azt éreztük rajta, hogy benne van a digitális feeling, és hogy nem olyan, mint az analóg felvétel. De hát egyrészt valamilyen szempontból egyébként meg könnyebb vele felvételt csinálni, mert az analóg, igen, gyorsabb, meg az analóg felvételnél azért ugye mindig ott van maga a hangfal, a hangszóró, ami baromi másképpen tud szólni, és hogyha nem jó, nem igazán eltalálta a mikrofon odatétel, vagy hát külföldi felvételeknél is hallani, hogy hordósan szól egy kicsikét a gitár, meg ilyesmi. Tehát ez így analóg gitár felvételeknél azért elég gyakran jelentkezik, és nehéz kiküszöbölni. Viszont ugye, tehát ezeknél a cuccoknál, amik ugye szimulációval működnek, hangfal szimulációval, elég ilyen lineáris, vagy hogy hangot produkálnak. Tehát én még akár melyiket próbáltam, tehát ugye ott nincsenek ilyen jellegű problémák.
Engem azért kezdett egy kicsikét így izgatni, mert egyrészt ugye hát egyre jobban elterjedt, meg egyre többen foglalkoznak vele, hogy ugye úgy képzeltem ezt, hogy van ott egy prezet, ugye, amit tudunk, hogy az hogy szól, és hogy ott van a gitár vonaljel, és mondjuk, hogy akármikor bele lehet nyúlni, javítani, mert ha benyomom a prezetet, és akkor az ugyanúgy fog szólni. Tehát, hogyha előjön valamilyen dolog, befejeztük az analóg gitárfelvételt, szétszedjük a cuccot, akkor azt ugye már visszaállítani, mindent visszapakolni, az egy dolog, hogy az munka újból beállni, hangbeállás, de hát azért azt megoldani, hogy ugyanúgy szóljon, hát azt nem lehet, mert egy centiméterrel odébb van a mikrofon, az már teljesen másképpen szól, és ezért kezdett érdekelni. De hát ugye visszatérve mondod ezeket a prezeteket, hát az az érdekes dolog, mert ugye hát ezek azért használják ezeket a cuccokat nagyon sokan, és hát valószínűleg, hogy ezeket olyan emberek csinálják, akik nagyon profik, meg biztos, hogy nagyon jó érzékük, meg fülük van ez az egész dologhoz, és hát ezek a beépített prezetek hát valami rettenetesek, tehát ilyen fürdőszoba, delay, meg reverb van, érted, minden program. Én értem, hogy ezt ki lehet kapcsolni, de miért olyan van rajta, miért így adják el a készüléket? Hogy... És ha kifizettem benne vissza, akkor használom, meg mindent használok, ami ki van fizetve benne. És akkor mindenki vadász ilyen, innen-onnan beszerzett ilyen hogy nevezik, prezetekért, amiket hogy lehet külön beszerezni. Hát egyébként mi is szereztünk, mert a Balázs már rákészült, meg sőt, mit tudom én, vett is valahonnan ilyen jobb helyekről így a neten, és akkor azokkal jobb eredményt ért el, de hát mégis mondom, odáig jutott azt, hogy 3 napra, de azt mondta, hogy inkább nem, és visszaküldte. Úgyhogy mi még inkább ezt a vonalat szeretjük, hogy dübörögjön a hangfal, meg ott az analóg erősítő. Az első M5 multi effektem volt az, hogy ki volt fizetve, és akkor mindent használtam belőle, ami van. A flanger-től a kórusig, igaz, hogy 14-es voltam a visszhangig, minden be volt kapcsolva, hát hogyha van ilyen, nem azt használjuk. Nagyon és akkor meghallgattuk ezt az űrhajó hangszintet, és akkor ezért el voltunk rá, aztán rájöttük, hogy ha csak egy torzító szólnál jobban szól az ele, tudod. Nekem is volt ilyen szerkezet, még valamikor a 90-es évek legelején. Nekem volt mindenféleképpen egy jó hozadéka ennek, hogy bejöttek ezek a cuccok így a divatba, mert most tök sok gitáros, meg hirtelen mindenki eladta a jó sebes erősítőjét, meg hangfalakat, érted? Aztán hát én az egyik erősítőmet ugye így vettem, egyik régi zenész kollégám vett ő is ilyen cuccot, aztán feltett az erősítőt, aztán hát én megmondom, jó van, csak vegyétek csak a cuccot, én meg megveszem jó olcsóra, fasz a cuccokat, érted? Igen. Egyszer az Akelával zenéltünk, és volt előttünk egy előzenekar, nem is tudom ki volt, 3 darab piros marsalja volt, az egyik a dísznek, 2 torony, és egy mellette, azon egy ilyen effektrek, 4 négyzetméter pedálé kitéve, de analóg pedálok, minden, amit elbírsz képzelni, meg ilyen gitár kiállítás volt, vagy 10, és mondta a pókember, te gyere már, azt még életemben nem láttam, itt olyan űrtechnológia van, hogy mondta, hogy elájulok, akkor a szang lesz, és bekapcsolt a csávó, minden világított, a regbe is, meg minden. Tehát megpejtett egy hangot, és egy fél óron még szólt az egy hang. Visszhangzott, flangerözött, kórusozott, mindent csinált, és egyetlen egy értelmes hangot nem lehetett hallani az egész koncertről. Uh-huh. Semmében berúgtam a PV-XXX fejbe egy zsinórral, egy mit tudom, Marshall ládával, és akkor volt egy értelmezhető gitárom. Hát nálunk nagy részt ez ment sokáig, hát így főleg Moby Dick szinten. De a kezdetén azért még voltak ilyen próbálkozásaim, ilyen Korg A1-es vagy A3-as, akkor az a legkomolyabb cucc volt, jó drága volt, innen megvettem kapcsolópedállal együtt, és hát mindig bele voltam temetve a beállításokba, és a koncertek előtt mindig az ment, hogy azt tekergettük, meg kérdeztem a kevés embert, így jobb vagy úgy jobb, hogy szól jobban? És hát egy idő után rájöttem, hogy ez úgy nem pálya. Igazából nem szólt jobban a gitár, mindig csak problémák voltak vele, úgyhogy én gyakorlatilag a 41 évemből azt mondhatom, hogy olyan 39-et én azt úgy nyomtam le, hogy fogom a kábelt, aztán bedugom a csöves erősítőbe. Most egyébként érdekes módon én most kezdtem el az utóbbi években egy kicsit így villanyvasutazni, hogy beszereztem egy-két ilyen analóg pedált, most a koncerten is használok párat. A Balázs neki elég sok ilyen pedálja van, és hát nála láttam, meg próbálgattam ki a dolgot, és talán akkor egy kicsikét így kerültem. Így került a varázs alá. Igen, még van egy overdrive, van még ilyen
ilyen Cashlader-t használok. Én próbáltam másokat is, de az úgy bejött így koncert szinten. Aztán van hát Diabusszer, egy kis delay. Én ugyan most már nem nagyon szólozgatom, de még van egy-két szóló, ami így rám ragadt. Azt is szívesen átpasszolnám. Ja, egy-két dolog még így rám ragadt, és akkor annak azért kicsit jót tesz egy kis delay, ami elmos egy kicsit, igen. Tudod, nem kell annyira pontosan játszani. Amikor ja. Megvette az első P50-50 fejládámat, akkor volt hozzá Bosch GT8, és akkor csak a tiszta hangját használtam, és a Bosch GT8-ba programoztam, mint az állat, és egész napot folytatom. Na most mennyivel jobb? És így meg mennyivel jobb? Fú, de jó lett. És akkor a végén, a nap végén odahívtam a gitártanáromat, mondom, ezt hallgassak, azt hiszem, hogy baromi jó. Most húzzuk ki, és nézzük meg, hogy honnan indultunk. Berúgta egy zsinóra, beállítottunk minden középre, befengedte, és mondta, úristen, de sírálmas, amit itt eltököréztem ott egész nap, hogy maradjunk ott, ahol igen, beláttam úgy az erdő, hogy az itt mindig egyre jobb, aztán rájöttem, hogy ahonnan indultam, az alapszand az jobb volt. Ja, hát volt régen egy ilyen mondás, hogy az az igazán jó cucc, amin a legkevesebb gomb van, mert az kevés, ezt nem lehet elbaszni. Igen. Amúgy az 51-50 pont erről volt híres, hogy ugye, hogy nem nagyon le... Akárhova tekerted, az jó szól. De a tripla X az meg olyan, hogy egyel arrébb tekerz és rettentes hangzás van, vagy... Tehát ott bele lehet menni az erdőbe, ott nagyon nagy... Nagyjából a marsolok is ilyenek voltak végül is, hogy azt is lehetett tekerni. Hülye biztosra, igaz, hogy akárhogy állítja az emberünk, az szóljon. Jó, hát akkor igazából akkor te azt mondod, hogy ez analóg gitárzás. Már maradsz, és akkor nem is tervezed most egyelőre, hogy ilyen digitális... Hát egyelőre nem. Ilyenket fejlesztesz. Hát nézd, ha valami olyan zenekar jön hozzám, aki esetleg így szeretné rögzíteni a gitárját, ezeknek azoknak a zenekaroknak, vagy azoknak a gitárosoknak általában úgyis megvan a bejáratott ilyen cucca. Szandja, és akkor elhozza a cuccát, és akkor úgy rögzítjük, de... Aha. Hát figyelj, aztán ugye azt nem tudni, tehát én azért nem állítom ezt... konok fejjel, hogy a következő években mi most merre lépünk, vagy újból megpróbáljuk ezt a dolgot, meg hát nyilván itt fél évente hozzák ki a cégek az újabb frissítéseket, tehát elég követhetetlen a dolog, hogy aztán belefogunk-e újból, nem tudom. Ez ugye ezek a digitális cuccokkal azért ugye rá lehet faragni oly mód is, hogy egyrészt baromi drágák, amikor kijönnek, ja. És akkor egy-két év múlva, ha nem vagy észnél, hogy időbe eladod, akkor iszonyatos értékcsökkenése van, mint egy számítógép, amikor újonnan megveszed még egy vagyonért, aztán egy pár év múlva meg már fillére kell lehet csak eladni. Mert jött 15 olyan fejlesztés, ami már sokkal jobban szól, mint az, amit te megvettél egy vagyonért, és akkor ilyen inkább azt akarják már megvenni. Hát egy jó erősítőt megveszel, az meg még 40 év múlva is értéket képvisel, lehet, hogy az értéke inkább fölfele megy. Tehát azért mit tudom én, azért ilyenek dolgokkal is az ember észnél van, azt mondom, hogy az analóg cuccokat ugye hát jobban becsülöm, megtisztelem. Hát azért azt nem tudom magamnak megengedni, vagy nem akarom azt megjárni, hogy megveszek egy ilyen cuccot 1 millióért, aztán egy év múlva, vagy mit tudom én, 2 év múlva meg 500 000 is se tudom már eladni. Ja, hát a digitális, mivel brutális erkölcsi javulás van, tehát hiába működne még 20 évig a cucc gyakorlatilag, 1-2 évente jönnek ki az újabb és újabb verziók, és úgy értékelni kell, tehát abszolút egyetértek. Ezek a vasak meg egyre értékesebbek lesznek onnantól kezdve, hogy megveszed sokszor. Főleg, hogy most egy részét nem is kapni gyakorlatilag. Na, van egy-kettő, ugye, hát nem mindegyik, de van amelyik ilyen kuriózum eszközzé válik, mint egy ilyen 1073 vagy egy Elysia. Tehát ezeknek manapság a használt értéke több, mint amennyire én vettem őket. Meg igazából a digitális fejlesztések arra mennek rá, hogy ezeket lemodellezzék minden jobban. Igen, csak abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és Mici is, meg amit sokan használunk az UAD pluginek, hogy a Universal Audio csinálta ezeket is eredetileg. Tehát ők tudják, hogy mitől szól jól. És meg tudják csinálni most már annyira jól digitális, hogy azért nagyon nagy segítség, hogy léteznek UAD-plugin-ek, azt azért szögezzük. Az UAD pluginek nagyon jók, meg ahogy beszéltünk róla, hogy az abszolút teljesen visszahívható. A másik dolog, hogy ebből megveszel egy készüléket, tehát ezt egy sávon tudod használni, vagy egy felvételi sávon, vagy egy keverési sávon. Viszont egy UAD plugint akár betölthetsz 10 vagy 20 csatornára is, hogyha bírja a DSP, tehát a memória. Ha a memória bírja, akkor azt betöltheted egy csomó helyre. Igen, igen, aha. Ugye veszel, jó drága DSP kártyákat veszel alá, akár 6 kupacot be tudsz rakni egy rendszerbe, és akkor abban azért egy komoly...
Hát ugye ez nyilván azon is múlik aztán, hogy mik a különbségek, hogy azért ezeket a különbségeket sokszor nehéz meghallani. És amikor tesztelgetünk itt cuccokat vagy dolgokat, akkor van, amikor mit tudom, itt fél óráig kibe kapcsolgatjuk, megnézzük a dolgokat, hogy leszűrjük a tapasztalatokat. És akkor sokszor ugye felmerül az emberbe az, hogy hát ha ilyen kicsi a különbség, akkor mi a fasz értelme van, érted? De van értelme, mert a sok kicsiből tevődik össze a végeredmény. Igen, és persze, tehát amikor 100-200 sávon van az a sok apró különbség, akkor igen. Igenis hallatszik a végén. Tehát hallani a végén, meg ugye az is ugye elő szokott kerülni, hogy ellenérvként, hogy minek ilyen drága cucc, meg minek manapság olyan jó hangzásra törekedne, amikor mindenki telefonon meg egy MP3 lejátszóval, egy MP3 formátumban hallgatja a dalt. Hát szomorú, hogy így van, hogy egyébként esetleg tényleg, hogy a hallgatók nagy többsége már MP3 formátumban hallgatja, de szerintem akkor sem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy miből lesz az az MP3, és ott is hallani a különbséget. A dinamika, meg a... Amikor elindítasz valamit a telefonon, ott is hallod, amikor valami jól megvan, persze, csinálva persze. És profi, az tuti. Akármilyen ócska kis ekkora... Hát nyilván, de például ugye, hát ugye a YouTube ugye ott is mindig változtatják ugye a paramétereket, hogy tehát a YouTube egy nagy lutri. Tehát ugye egy YouTube-on azért nem lehet igazán megítélni, hogy mondjuk egy anyag hogy szól, mert már volt olyan nekünk például stúdiómunkánk, ami több feltöltésben létezett. Az egyik szólt, mint az állat, a másik meg ilyen tök halkan szólt, olyan volt, mintha egy függöny elé lenne téve. Tehát ugye ott is megvannak a szabályok, hogy töltik fel, és hát nem tudom, hogy biztos te is már belefutottál ilyenbe, vagy hogyha visszatöltöd a YouTube-ról, letöltöd audio formátumba, tehát hogy letöltöd a YouTube felvételt, és úgy összehasonlítod a felvételeket, akkor már összehasonlítható. Tehát volt olyan, hogy a YouTube-on meghallgatott kurva halk, és hogyha ezt hirtelen egy másik felvétel után átkapcsolod, akkor azt mondod, hogy mi ez a szar, miért szól ez ilyen szarul. Közben fogod, letöltöd a YouTube-ot, és hogyha analógként elindítod egy playerbe, lejátszóba, és úgy nézed meg ahhoz képest, amivel előtte összehasonlítod, akkor kiderül, hogy itt már nincs is olyan különbség, meg a hangerő is kiegyenlítetten szól. Szóval ezért a YouTube összekompresszálgatja, gondolom ezeket, meg nem? Igazából most már azért javult a helyzet, mert mostanában mindent egy szintre lehalkítanak. Tehát minél hangosabb mixet, azt annál jobban fogják visszahalkítani, mint a -13 dB kb. Lehalkítgatják őket, hogy minden egy szinten szóljon. Ez úgy rendben is van, innentől kezdve vége az elmebeteg hangerő háborúnak, amit ment hogyha a lejátszási listákat hallgatsz, akkor egyik úgy szól, hogy szép visszahang van, másik meg alig hallgatsz. Viszont nem hangosít. Tehát hogyha teszem azt a videós, elrontja a jelszintet és halkan töltött föl, akkor az halkabb lesz. Akkor az halkabb lesz. Most azért tudni kell, hogy sajnos a videósoknál nagyon gyakran erdőbe megy a történet. Ezerszer volt már, hogy monóba tették föl, és akkor hónapokig magyaráztuk nekik, hogy de nem mondom azt, hogy ott a két sáv, Isten álljon meg középre panorámázta, szét kell panorámázni jobbra-balra, csak úgy lesz. Igen, arra nagyon oda kell figyelni. Tényleg, igen, úgy kell. Két hónapot küzdöttünk azért a Nóta TV-vel, vagy melyikkel, ahol mentek így felvételeink, és nem értették, hogy mi a bajunk. Rendesen monóba haigálták föl zsinórba a dolgokat. Az egyik koncertfelvételnél raktárkoncert volt, az 5-1-be nyomták ki, 5-1-es rendszeren nyomták ki a sávokat, és ugye a sztereópár az nem ott volt, amit nekünk kiküldtek aztán, vagy a sztereóként. És hát amikor küldték, hogy ellenőrizzük le, akkor ugye az egyik oldal nem szólt, vagy fele olyan hangosan szólt az egyik oldal. És esküdöztek meg minden, és meg kellett küzdeni, hogy megtalálják a hibát, és akkor a végén kiderült, hogy az volt a baj, hogy nem sztereóba keverték le a videót, hanem 5-1-be, és az a két sáv, ami meg nálam szólt, az nem az volt, igen. Nem az AB volt, igen. LR oldal, hanem valamelyik, mit tudom én, hátsó, igen. Oldalsó. Igen. Vagy tréfás dolgot tudtak kisülni. De hogyha mi nem veszük észre ezt, akkor ez minden szívfájdalom nélkül ezt így sugározzák le. Mindig ellenőrzik-e mindent, mert két másodpercet elrontják, amin két hónapig dolgozták, egy gombnyomással elrontja valaki, és akkor olyan az egész. Ez ilyen sajnos. Ez az összes digitális izének az átka, hogy bármit egy rossz mozdulattal haza tudsz vágni teljes mértékben. Jó, nem mintha régen azért analógban elettek volna gondok, azért régi történet, hogy valaki talán egy német lemezen eljátszották azt, hogy egyszer volt felritmus gitározva, és a nagyokos hangmérnök a túloldalra áttette ellenfázisba a gitárt.
nyilván az a szól, teróba hallod, igaz, hogy szörnyen, mert valahogy ott a hátad mögött, meg mindenhol szól, de ott szól a gitár. Most abban a pillanatban, hogy azt monóban lejátszották egy rádióban, nem volt gitár. Egyáltalán, mert ugye azt tökéletesen kioltotta egymást a két, és legyártották így a lemezt. Hát kiment ellenfázisú gitár, a rádióban nem volt gitár. Az igen. Rádióbarát lett, ugye? Ja. Ezt a szót nagyon utáljuk, de... Igen. Hát a fázis az komoly dolog. Attól lett barát, hogy nincs gitár. Nem csak a stúdió felvételeknél, hanem hát egyik az élő koncerteknél is. Igen. Nekem már volt olyan, amikor oda tettek négy darab izét, monitorládát, és nem szólt, érted? Már nagyon kellemetlen volt, mert mindig akkor azt mondják, hogy hisztizik az ember, hogy nem hallom. És aztán kiderült, hogy a kettő-kettő ellenfázisban ment. Azt tréfás. Aztán, még meg úgy álltunk, egyszer beálltunk úgy, meg lehet te hangosították, beálltunk úgy, hogy tízesek voltak a végfokok tekerve, és te beállítottad a cuccot, aztán oda ment a cuccolás, de nem voltunk hangosak, mert kint ugye szabály volt, hogy jaj, a végfokaimat, én ezt nagyon féltem, levette egyesre. A koncertre. És olyan halka volt, hogy itt beszélgették az emberek a rizénél, amikor több évben beletolt az összes gombot, hogy nem tudta, hogy mi történik. Aztán rájöttünk, hogy a cusztulajos levette a végfokokat egyesen el. Kimélni akarja, jaj, kimélni a fényesek is ilyenek, megveszik ám a fasz a lámpát, aztán leveszik fél fényre. Leveszik a fényre, nem kapcsolják be, mert kopik. Tudnak ilyen vicces dolgok lenni. Velünk egyszer Németországban az Iron Maidennel azt játszották el, egy kis klub volt, úgy képzelni, hogyha beleszólt az énekes kollega, akkor eltűnt a zenekar. De teljesen, amilyen nincsen, ne vicceljünk majd ebben. Tudja, hogy valami rettenet rosszul beállított limiter van a történetben, meg is találtam egy bezárt szekrénybe, benne volt a limiter, és 15-20 decibeleket fogdosott, amikor az énekes megszólalt. Tehát, na, oda jutottam az embert, nem mondom, apukám, azonnal nyisd ki ezt a szart nekem, kinyitott a kulcsra, kikapcsoltam, mert beállítottam, azt mondom, hozzá ne nyúlj, mert nagyon vágra. Azt hittem, kevés volt az áram, mert az is tud érdekességeket. Na, az is jó. Egyszer Kárpátalján Beregszászon játszottunk volna, aztán végül is elmaradt a koncert, mert a határon olyan késve érkeztünk át, és már kezdett besötétedni, amire kijöttünk a koncert helyszínére, ahol kiderült, hogy közölték velünk, hogy olyan kevés az áram, hogy vagy a cucc fog szólni, vagy a fény, döntsük el. És hát, sajnos, sajnos ez így nem működött. Játszottunk mi is, hogy egy ilyen csirkekeltető 60 wattos izzó volt felettünk. Igen. Egy az Akelával pont. Szerintem talán Beregszászon. Ezek szoktak így lenni. Ez nagyon jó. Közben elolvad a egész betár. Jó, azok a régi nagy lámpák azért ették az áramot a rendesen. Téfáz dolgok. Minusz 20-ban játszottunk itt valami télézés, és odaálltam a reflektorra, és rendesen melegen volt. A szoláriumban érted? Kicsit a csirke keltető. Na most ezek a ledek, azért már megoldják ezt. Stúdióban voltak már ilyen rém történeteid, valamilyen emlékezetes dolog, amikor valami nagyon... Hát szerencsére... dolog történik. Bejött a punk zenekar, és azt mondta, hogy nekem ez a szándom, és nem érdekel, nem hangolom be a gitárt, és a Zoom 500-500-500-tel veszik hát le ezt. Volt egy-kettő, persze volt egy-kettő, de szerencsére azért nem futottam bele olyan sok ilyenbe, de hát annak idején még az, hogy az elején volt, amikor a dobfelvétel volt, hát messziről jött a dobos vidékről, nem hoztak dobot, és akkor meg volt beszélve, hogy tudunk dobot szerezni, kibéreltük a Hofitól szereztünk, kibéreltünk dobot. Akkor még jött a Sasa Voloszlipbe dobol, jött így segíteni összerakni a dobot, behangolni, meg minden, bemikrofonoztuk, minden jól szól, meg minden, és akkor utána beült a dobos, akkor jöttek az első ütések, és akkor itt összenéztünk a Sasával, hogy hú, ez meg ebből nem lesz majd. Ebből nem lesz felvétel? Ebből nem lesz felvétel, de hát az olyan drámai szinten volt, hogy tényleg, hát mert jó, néha azért elég alulról kell indulni, aztán valahogy azért sikerül felhozni a dolgokat olyanra, hogy menthető a szituáció, de ez olyan volt, hogy aztán akkor tényleg nem lett belőle felvétel, és akkor a dobos sajnos hazament, hogy ezek az egész produkció egyelőre parkolópályára került. Aztán én már nem is hittem. Megtanulok és jövök, tudod. Egy év úgy volt, hogy vagy begyakorolják, vagy doprogrammal csináljuk, és akkor végül is több mint egy év múlva jött vissza a zenekar, én már nem is számítottam rá, és akkor akkor úgy döntöttek, hogy akkor marad a doprogram. A legjobb dobos sztori, nagyon aranyos, fiatal srácok bejöttek, valami rettendet, mert a zenekar volt. A dobos beül fiatal gyerek, és akkor zsizsgett így a cineket, nem ütemet játszom, ilyen rendszertelen zsizsgés volt cineken, tamokon, ezázon, én közben ott beszéltem a cuccon, nem valam, akkor doboljál. De hát dobolok.
húha, mondom, hogy lesz baj. Ugye, most, ez már az volt, igen. Na mindegy, és akkor ahogy mikrofonozunk, mondja, hogy a pergőre ne tegyek mikrofont, mert azt ő nem használja. Mondom, mi van? Hát nem kell, mert ő nem használ pergőt. Ja. Nem akartam elhinni, hát mondom, csak raktunk rá, rendesen lemikrofonoztunk. Elkezdődött a felvétel, hogy nem hiszitek el, tényleg nem használ pergőt. Az egész dobolás abból állt, hogy ilyen rendszertelen zsizsgés, és akkor rájöttem, hogy valószínűleg hallhatott valami rettenetes korabeli ilyen death metal maglókazettát, amit csak nem hallottad a pergőt, mert még ugye csak ilyen csirimpolásod, és a srác leszett onnan és csirimpolt. Azt nem akartam elhívni, hogy jelent. Lehet, hogy egy olyan újítás volt, hogy... De gondolom, hogy nincs téma, nincs kettő, és semmi. Egy fél órás műsorban egyetlen egyszer sem ütött a pergőre. Hát olyan zenekaroknál, akik még nem rutinos zenekarokról, hogyha beszélünk, akik ugye először jönnek stúdióba, vagy ugye kezdő szinten vannak, még nem voltak stúdióban, nem tudják, hogy történik, azért ott ugye az vannak veszélyes dolgok. De ma olyan zenekaroknál is, akik már azért működnek, azt mondod, hogy van mögöttük pár év, de még sincs olyan nagy rutin, hogy ugye, ha nincs a zenekarban egy olyan irányító ember, aki összefogja a zenekart, és mint egy karmesterként dirigálja a bandát, hogy figyelj, neked oda kéne figyelned, mert pontatlan vagy, hogy ne masszatolva játsz a basszusgitáron, hanem meg kell szólalni a hangoknak, hogyha csak elmennek és próbálnak, ott nem fognak hallani semmit, hogyha nincs, aki erre figyel. És hiába próbálnak hetente háromszor, vagy hiába játszanak el valamit 500-szor vagy 1000-szer, ha 1000-szer hibásan játssza el, akkor abból nem lesz semmi. És hát ugye itt sokat is tanulnak a zenekarok úgymond a stúdióból, mert hát egyrészt a kényszer is ráviszi az embert, hogy megbeszélje velük, és ugye próbáljam kihozni velük a teljesítményt. És... Na hát mit akartam mondani, néha tud lenni kellemetlen, mert ugye hát most a zenekarok nem akarnak, a zenekartagok ugye nem is akarnak egymással konfrontálódni, hogy most megmondja a másiknak, hogy nem jól csinálod, vagy jobban oda kifélni, többet kéne gyakorolni, hogy ez a hibád, vagy ez a hibád, és bejönnek ide a stúdióba, és akkor hát itt minden meg ráthárul. De hát azért kellemetlen az is egy bárkinek, de a hangmérnöknek is, hogyha neked kell a zenésznek akkor megmondani, hogy problémák vannak, hogy ezeket a problémákat valahogy ugye meg kéne oldani. Nálunk jobban és... zenekar feloszlott már ilyenekből kifolyólag. Én mindig úgy vagyok, tudod, hogy akkor csináljuk a felvételeket, és akkor azért egy darabig azért várom, hogy ugye a zenekartagok egymás között rájöjjenek, vagy próbálják azért megbeszélni a dolgot, hogy ne nekem kelljen geciskednem, úgy mondott, nem, én soha nem vagyok egyébként geci, vagy ilyesmi, csak hát azért van, amikor néha meg kell mondani, meg kell fogalmazni a dolgot, vagy voltak már olyan szituációk, amikor nem tudja megoldani a feladatot. Vagy átveszi a másik gitáros, és ő könnyedén megoldja. Vagy a basszusgitáros nem tudja megoldani, a basszusgitáros elég sok zenekarban gyenge pontok, és akkor volt már több olyan eset, hogy végül az lett, hogy nem a basszusgitáros, hanem a gitáros játszotta föl a dolgot. Hát gondolom, ezek máshol is előfordulnak a dolgok, de hát azt mindig meg kell érteni, hogy azért, ha mindig az a fontos, hogy a produkció, hogy mi jön ki a stúdióból, tehát nem az a presztízs, vagy az az ego dolog, hogy most minden áron neki kell megcsinálnia, hogyha nem megy neki. Tehát ezt azt meg kell értenie, hogyha akkor egója van, hogy ezt nem tudja megérteni, az a hosszú távon nem is lehet, nem is fognak tudni dolgozni szerintem egy zenekarban. Nagyon sok zenekarnál ez működik, hát mindig szoktam akkor ilyen történeteket mondani azért, hogy megértsék, mert az ember ugye az ikonokat említi, hogy azért ott is csinálnak ilyen dolgokat, akkor azért könnyebben megértik, meg tudják emészteni. Hát ugye úgy szól a fáma, hogy a Load lemezig a Kirk Hammett nem játszott kíséretet például a Metallicában. Tehát igen, hát akkor számtalan ilyet hallunk, vagy hát azért hallottunk olyanokat, hogy bizonyos Slayer lemezt, talán a God Hate szólt, nem biztos, hogy az, hogy az utána lévőt a Kerry King játszott föl minden sávot. A Kerry King ugye nyilatkozott, hogy neki ez a stúdiózás nem jelent stressz helyzetet, tehát ő odaül és föl tudja nyomni. Hát van, akik meg lehet, hogy mit tudom én, koncerten vagy próbateremben higgadtabban játszanak ide, meg bejönnek a stúdióba, megnyomod a felvételt, és stresszelnek, izgulnak, és nem tudják hozni azt a teljesítményt, vagy mit tudom, amit kéne, vagy amit tud. Hát ezek sokszor azért nehéz dolgok. Viszont nézzük akkor ennek a jó oldalát. Ugye egyik az, hogyha bejön a srácok, és itt veszik fel a lemezt nálad, akkor egy profi ember ott ül vele,
és akkor gyakorlatilag megtanítod nekik a dalokat, hogy amit ők írtam, hogy ez hogy lenne. Tehát itt tanulják meg szinte a dalokat, és utána látják, tehát nekem nagyon nagy volt az első ilyen stúdiózás többféle, és nagyon sokat tanultam belőle. Tehát mind gitározási ügyileg, mind hozzáállási ügyileg. Hogyha most csak otthon veszik fel magnak, akkor soha nem kerülnek ilyen helyzetbe, és lehet, hogy soha nem lesz jó. Így van, és óriási lett egyébként előrelépni, meg fejlődni. Azért van több olyan produkcióm, ugye, akik már visszatértek, már másodszor vagy harmadszor, és amikor másodszor jött a zenekar, már rá se lehetett ismerni arra, akik először ott voltak, hogy bénáztak, azt se tudták, hogy mi hogy van. Mert itt megtanulták, hogy kéne tudták, hogy mire kell figyelni, hogy vagy kell jönni, és akkor már úgy készültek fel a stúdiózásra, és ég és föld volt a két dolog. Vagy egy énekfelvétel, nem hallja a szerencsét, hogy hamisan énekel. Akkor van egy jó fülű hangmérnök, aki elmondja neki, hogy ezek a hangok lennének, és csak lejátsz egy zongorán, eljátsz neki gitáron, visszaeg le, gyakorlatilag megtanulja az énekes ott a stúdióba, és utána, amikor kijön, már jól énekli el a dalt. Mert gyakorlatilag egy zenetanár is van itt velük, ha úgy nézzük. Hát ez mindig hasznos, ez egy ilyen felvétel a csapatoknak, de hát ezzel mi is így voltunk annak idején. Hogy te persze, hát mi is ugyanezt végig jártuk, hát ugye az is kezdtem, hogy azoknál a zenekaroknál fordul elő, akik ugye még rutintalanul tapasztalnak, és először jönnek a stúdióba, aztán ugye ez mindenkinél alakul. Én az is mondom a zenekaroknak, hogy kell menni stúdiózni. Nem csak azért, mert én stúdiózással foglalkozok, és mondjuk nagyrészt ebből élek, hanem azért, mert hogyha zenélni akar, akkor kell produkciókat csinálni, és a produkciót meg kell csinálni, rögzíteni kell egy bizonyos időszaknak a munkásságát, aztán, hogyha az megvan, azt fel kell tenni a polcra, amit onnan le lehet venni, és már csinálni kell a következő produkciót, mindig tovább lépni. Mert rengeteg olyan zenész, zenekart ismerek, főleg ugye itt a soproni régióba, akik mindig készülnek, folyamatosan készülnek, csak már háromszor, négyszer átírták ugyanazt a dalt, hogy most jobb lesz, meg jobb lesz. De még mindig nem jutottak el oda, hogy egy anyagot csináljanak belőle, vagy megmutassák a közvéleménynek. Ez is egy nagy hiba, igen. Van nekem is olyan ismerősöm, aki 27-szer írja át ugyanazt a dalt. És az első is ugyanolyan jó volt, csak csinált egy másik dalt belőle, meg abból egy másikat, és azokon folyamatosan eltűntek azok a jó dalok. És akkor végül is van még mindig egy dala, ami nem tetszik neki, mert 17-szer átírja. Szerintem ezt tovább kell lépni, és majd a következő dalnál már azokat a tapasztalatokat, amit az első produkciónál, vagy mitől szereztem, azt majd beépítem, meg abból tanulok. A műsor az NKA hangfoglaló könnyűzene támogató program támogatásával készült.